Gerlóczi Márton 1981-ben született Budapesten. Felmenői között vannak Áprili Lajos, Jékeli Zoltán, Péterfi Gergely és Péterfi Bori is. 2003-tól publikál folyamatosan, a most román nyelven is megjelenő könyve, a Csemegepultos naplója 2009-ben jelent meg Magyarországon. A kötetet a Next Page kiadó publikálta és Anna Scarlett fordította. Legutóbbi könyve az Altató, sorban a 9. Ezt Mikecs Anna néven több mint 7 éven keresztül írta Gerlóczi. A nagyanyja Jékeli Márta és dédnagyanyja Séfer Ida naplóin alapuló családregény, a 20. századi Erdélynek és Magyarországnak a korrajza. A szerzőt Mikecs Anna, Jékeli Márta elsőszülött gyermeke, Áprili Lajos szavaival a drága holt kalauzója a háborúk dúlta, darabokra tört országban szétszakadó és a veszteségek után újra élni akaró család megrendítő krónikájában. Szeretettel köszöntelek a Magyar Adásban, Marci, Gerlóczi Márton, de megegyeztünk, hogy Marcinak szólíthatlak, és hát Bukarestben is gondolom először vagy itt? Igen. És? Igen, de... Miből gondolod? Hát nem tudom, úgy csak jött. Brassó. De nem tudom, hogy jártál volna itt. Brassó alá még soha nem jutottam el. Úgyhogy most és először vagyok. Az igen. Este említetted, hogy havat is láttál ugye sok-sok év után itt Bukarestben? Vagy ez egy enyhe költői túlzás volt? Nem, olyan rendes havat már mostanában rég láttam, igen. Télen nem szoktam itthon lenni mostanában. Annak kapcsán jöttél ide, ugye, hogy megjelent a román fordítása a Csemegepultos naplójának, és hát a tegnap itt egy rendhagyó beszélgetés volt, mert ilyen még nem volt, hogy fordító és szerző jön itt egy asztalnál, és ne legyen köztük egy moderátor sem. És nem tudom, először találkoztatok a fordítóval, vagy nem? Nem, de hogy is Budapesten találkoztunk már többször. Édesanyám ismerőse Scarlett Anna. És párszor már találkoztunk, meg nagyon sokat leveleztünk, amikor éppen megírta, hogy melyik kiadó nem adja ki, meg melyik kiadó megígéri, hogy kihagyja, és aztán melyik kiadó adja végül ki. És ő ráadásul autóval jött most ide, hősiesebb volt, mint én. Egyébként ez akkor úgy volt, hogy ő megkeresett téged, hogy lefordítaná ezt a könyvet? Vagy hogy szokott működni ez a... Ő magától elkezdte ezt fordítani, nem tudom, ő kitalálta. Valamilyen beleszeretett ebbe a könyvbe, és akkor... De hogy ez mikor lehetett, tehát én nem is tudom, 6 éve, 7 éve. Nekem azért is furcsa, mert ugye egy idősebb generációhoz tartozó nő személy ráadásul, és hát ez azért furcsa nekem, mert ugye az a könyv, hát egy zsánerkönyvnek nevezhetem, mondjuk. Igen. És hát ugye férfi a főszereplője, és tehát nem egy olyan nagyon nőhöz közel álló olvasmány. Neked ez furcsa volt, vagy nem? Vagy nem foglalkozol ilyesmikkel? De nekem is kicsit furcsa, de azért már találkoztam ilyen furcsa olvasókkal. Furcsa könyvek furcsa olvasókkal találkozását is már többször láttam. Van olyan, sokszor nem értem, hogy valaki miért pont abba a könyvembe szeret bele. Ha úgy választom kellett volna, hogy Scarlett Anna melyik könyvemet fordítaná le, akkor nem biztos, hogy erre tippeltem volna. De lehet, hogy neki ez a pesti világ, ez a piaci, ez az, ami tetszett neki benne. Egyébként ugye a Csemegepultos naplójában valamelyest te is szerepelsz, vagy hát hogy alter egód, vagy hogy nevezzem a főszereplőt, ugye aki ráadásul a neveidből összetett néven fut a Márci Lajos. Akkor keletkezett, az volt az első könyv, amiben használtam ezt az alter egót. Lehet, hogy még fogom, nem tudom. Olvastam, hogy ez nálatok családi hagyomány, ugye, hogy mindenkinek van egy második keresztneve, és az valamelyik felmenőjének a neve. És neked hát ugye pont a Lajos jutott. Nekem a Lajos. Az Áprili Lajos keresztneve. Mikor tudatosult benned, hogy ki neked a dédnagyapád? Szóval ez azért is kérdezem, mert nálunk a tanterben benne van Áprili Lajos, tehát itt mindenki tudja, hogy ki volt Áprili Lajos. Te ez hogy derült ki nálad, vagy hogy volt? Nagyon, mivel ott nőttem fel, hát nagyon sok időt töltöttem ott a völgyben, és a könyvei között
én így nem emlékszem, gondolom, amikor megtanultam olvasni, és minden második könyvre ugyanaz volt írva, akkor megkérdeztem, de nem, hát ott vannak a fényképek. Ott minden róla szól, meg hát a családról szól ott a Szentgyörgy pusztán. Nagy a család, ugye, tudjuk, és hát vannak még, nem is tudom, hogy idézelek valami olyasmit mondtál, hogy sok van olyan, aki nem dolgozik a családban, tehát művészek vagy valami ilyesmi. Van sok, igen. Most is van sok, meg mindig is volt. Hogy zajlik nálatok egy ilyen nagy családi találkozó, vagy valami ünnep? Na, az ritka, tehát, hogy az ilyen a nagy család, tehát, hogy ott minden unokatestvérek is találkoznak, olyan már nem nagyon van. De azért, hogyha a völgyben valakinek születésnapja van, és nem havazik, akkor ott úgy véletlenül összejöhet egy olyan 40-50 ember. Ha az egészet összehoznánk, vagy megpróbálnánk összehozni, nem tudom mennyi, de nincs is ilyen szándék. Egyébként oda szívesen jársz, mert ahogy olvastam, meg láttam felvételeket, mindig úgy olyan zárkozottabb vagy. Tehát hogy most is például, mintha nem is igazán beszélgetnél, szóval inkább hagyjuk, és menjünk el. De hogy oda szívesen igen, járok-e? Igen, tehát ott, ha nagy tömeg van, ott is. Ja nem, a tömeget nem szeretem, de ez nagyon ritkán jön össze ott a nagy család. De igen, azért inkább akkor én sétálok egyet. Azt jól látod. Tehát most kb. 20 perc múlva fogsz sétálni, muszáj lesz, ezt végigcsináljuk. Amikor ugye megjelent az első könyved, hát 21 éves voltál, vagy valami ilyesmi, igen. És fenegyereknek, meg sztárírónak, meg így jellemeztek, hogy berobbantál a nagy írói, nem tudom micsodába. Te minek nevezed egyébként, amikor berobban valaki egy ilyen helyre? Hát nem nagyon lehet berobbanni. Nem lehet. Azt nem hagyják az öreg bácsik, hogy valaki berobbanjon. Ezt a hülye kiadók szokták ráírni a könyvekre, és akkor aztán a szerzővel jó kibabrálnak, mert én azóta is ezt hallgatom. És unod már? Hát mert nem unom, hanem ez nem volt igaz, tehát nem robbantam akkor én be sehova. Írtam egy könyvet, amire ráírták, hogy berobbantam valahova. Ahova meg berobbantam, oda azóta se tudok emiatt berobbanni. De szeretnél? Nem. Úgy értem, nem, ez bonyolult dolog. Például a külföldi megjelenések miatt nem árt a szakmával jobban lenni, meg a szakmát kísérő kritikával, de hát más szempontból nem fontos. De mondjuk akkor gondolom nem is tartozol semmiféle írói társasághoz, tehát így hivatalosan nem, könyvecskével nem. És tagsági díj befizetéssel. Nem volt már olyan, hogy... Ugye, amikor javasolják az embert, hogy vegyék föl, és akkor akartak javasolni, mondtam, hogy nem szükséges, mert aztán úgyis valamikor meg ki kell lépni, és akkor így nem kell majd kilépni. Ha nem lép be az ember, nem kell kilépni. De azért gondolom, hogy vannak személyek, akiket szeretsz, vagy akikkel szeretsz beszélni, és akkor azon túl is lehet velük tartani a kapcsolatot. Persze, vannak barátaim, akik írók, de nem azért barátkozom velük, mert írók. Hát vitatott személyiségként ír, tehát itt a fordítás hátoldalán azt mondja, hogy egy vitatott magyar író. Te annak tartod magad? Tényleg? Vagy, ez sem egy ez túl, is egy... túl jó reklámfogás, tehát a berobbant meg a vitatott író egyiket se raknám rá. Oda van írva? Igen, tehát az első sor az a kontroverszát, az azt jelenti. Az hisz, Viktor. Jó. Hát mindenki vitatott író, tehát senkit nem szeret mindenki, vagy egyöntetűen a kritika, de hát ezzel felesleges foglalkozni. Mondjuk a sok év során, hát rengeteget írtál ugye az este, és itt meg voltál dicsérve, vagy milyen szorgalmas vagy, hogy mennyit írsz. Változott az álláspontod a kritikusokkal szemben? Tehát gondolom, hogy amikor 20 éves voltál, és akkor jelent meg egy kritika a könyvedről, vagy ha most jelenik meg, akkor azért mégiscsak van valami változás, hisz eltelt annyi év is. Vagy fontos neked egyáltalán, hogy írjanak, jót írjanak? A könyvnek fontos. Ismerek írókat, akik ilyenkor fölhívják a kritikust, hogy írja már a könyvemről, én ilyet nem csinálok. De a könyvnek viszont fontos, hiszen minél több írás jelenik meg róla, annál többen tudnak róla, és akkor azért mégis csak, hogyha az ember dolgozik sokáig egy könyven, akkor nem árt, ha azt el is olvassák.
Tehát ezen ugye az oltatón nagyon sokat dolgoztál, de időközben is még dolgoztál egyebeken is. Tehát ezt hogy lehet csinálni, hogy... Hogy ezt mindig félretettem pár hónapra, amikor, mert közben azért meg kellett jelenni valami munkákkal. Tehát azt nem lehetett, hogy én mondjuk 7 évig nem jelenik meg semmi, bár mondjuk lehet, hogy akkor 5 évig csináltam volna csak. Meg nem is bírtam ennek a munkafolyamatnak, ezt a módszert, amivel én dolgoztam, ezt nem tudtam volna. Ebből ki kellett néha lépni és szórakoztatni magam valami más munkával. Például a csemegepultos az mennyi idő alatt született meg? 5 hónap. 5 hónap, hát az nagyon kevés. Csak. Hát körülbelül igen, ez egy ilyen fél év, ez meg 7, tehát hogy... Az a könyv nekem úgy tűnt, hogy az egy olyan jó nagy fricska. Jól érzem? Hát akkor én 26 éves voltam. És akkor ahhoz képest most ugye az oltató, ez egy nagyon komoly, meg drámai, meg mély, meg mindenféle. Ez egész más. Inkább a csemegepultost az elvonó kúrával hasonlítanám össze, ami tavaly jelent meg. Ez pedig ugyan az életműnek a része, de ez egy mástól, itt egy végrehajtó voltam én, és a személyiségemet és írói hangomat kivontam ebből a munkából. Teljesen? Hát teljesen úgy sem tudtad. De ki tudtam. Tehát megpróbáltam az őseim nyelvén megírni ezt a könyvet, tehát én ebben nem vettem részt. Na de úgy gondolom, hogy szóval elgondolkoztam, hogy rettentesen nagy munka, rettentes nagy anyag volt, ugye, hát gondolom nagy anyag lehetett, több napló, és azért mégiscsak a tieid. Tehát ez adott egyfajta nehézséget még pluszban. Az elején, amikor még úgy olvastam mondjuk minden levelet, hogy én mondjuk, ahogy a nagymamám levelét olvasom, vagy az édesanyám levelét olvasom, mert akkor meg is ráznak ezek a dolgok. És azért is távolítottam el magamtól ezt a dolgot, hogy kivonjam magamat ebből. És a végén, amikor elolvastam, már megint úgy, hogy ahhoz nekem tulajdonképpen közem van, meg ezek a szereplők azok az én rokonaim, akkor leesett, hogy ezt egy nő ez azért nem tudta volna megcsinálni, mert ez egy női könyv, mert nem tudná így elvonatkoztatni ettől. Nem tudom, jól érzem, tehát a női könyvet mondtál, és ugye én itt neked említettem, hogy hát a csemegepultost is szerettem, de azért ez az oltató, ez sokkal-sokkal közelebb áll hozzám, és akkor valószínűleg azért, mert nő vagyok, és hogy átérzek, meg akár át is éltem az olvasás közben azoknak a szegény női sorsoknak a nehézséget, mert azért ott volt elég. Nagyon szépek ugye Áprili Lajos is, meg Jékeli Zoltán is, ott a férfiak, akik tudnak érvényesülni és tenni azt, amit akarnak, és ott vannak mellettük a nők, akik ők is tennének, mert hát végül is nagyanyád is, dédnagyanyád is csinált volna még egyebet is, mint csak, hogy gyereket neveljen, meg főzzön, meg mosson, nem? Igen, ezért készült el ez a könyv, mert engem a nagymamám nevelt, és én azt azért láttam, az ő szomorúságát. Amikor pedig meghalt, akkor ezek a levelek hozzám kerültek, meg a naplói, és ott láttam több évtized szomorúságát, és akkor gondoltam, hogy ne felejtsék el. Megírhattam volna ezt a családregényt a Lajosról is, akkor nyilván többet el tudunk adni, de itt ez a lényeg, hogy a nőkről, akik mögöttük voltak ez róluk szó elsősorban, de hát persze, mivel ők pedig csak a férjeikkel voltak elfoglalva, ezért mindent megtudunk róluk is. Egy kicsit eszembe jutott a Tompa Andrea könyveit. Valószínű, hogy a Kolozsvár miatt is, de úgy éreztem egy ugyanazt a korrajzszerűséget. El is fogom olvasni azomért, tehát főleg a Kolozsvár miatt, mert most nagyon kis Kolozsvár szakértő lettem ez alatt a pár év alatt. Igen, pont azt akartam kérdezni, hogy azelőtt mennyit jártál Erdélyben? Hát nem sokat. 86-tól, 86-ban voltunk a család,
utoljára, és akkor onnan azt hiszem, hogy 2006, 7, valami ilyesmi. Sok. Tehát így, igen, tehát én 20 évig nem voltam, és azóta viszont sokat. Tavaly például 5-ször voltam, tehát most egyre többet. De a könyv miatt is tavaly sokat. Az egyébként nagyon tetszett nekem, nagyon szép gesztusnak tartottam, hogy Kolozsváron volt a bemutató, illetve ott látták először az olvasók a könyvet. És hát ugye ez azért, mert mondd el, hogy miért. Egyrészt sikerült úgy, két nappal előtte jött ki a nyomdából, hogy szeptember 27-én, amiket László 100. születésnapja volt, az én nagymamám első férjének a 100. születésnapja, de nem ez volt az én nagy tervem, tehát ez szerencsésen alakult így, hogy a... De hogy miért Kolozsváron? Hát ez egy kolozsvári könyv nagyrészt. De akkor igazából én azt ott megígértem. Mikor is ígértem? Meg azt hiszem májusban. Hát a könyvnapokon. Könyvnapokon, igen, megígértem. Mert jóval lelkesebb volt a kolozsvári sajtó, mint a pesti a könyvvel kapcsolatban. Tehát szerintem, ha most megnézem, most azért már sokan írtak Budapesten is erről a könyvről, de szerintem több cikk jelent meg az erdélyi hírportálokon, mint a magyarországi hírportálokon. De ez teljesen normális, nem? Nem, mert egyébként szóval... pont a Tompánál láttam, hogy most raktak ki valamelyik napon, hogy most jelent meg az elsőt. Egyébként tényleg én is ott láttam. Hát pedig az egy év, mikor jelent meg az a könyv? Hát már egy éve biztos. Igen. Úgyhogy nem egyértelmű. És akkor ezekkel a kutatásokkal, meg a többszöri idejöveteleddel kiderült, hogy a félkolozsvár rokonod körülbelül, vagy? Igen, mert hát aztán a családfa tanulmányozása, meg egyáltalán élő rokonok felkutatása során, és ahogy náluk aztán megszálltam, akkor ő is segített a családfát kitölteni, de ő vezette tovább le az ágat, és akkor mondta, hogy kik élnek még itt, melyik mellékágnak, kik a... Szóval sokan vannak. És akkor tartod velük azóta a kapcsolatot? Vagy? Hát nem, mert a 3/4-ét nem ismerem, de akinél meg szoktam ott szállni. Vele, igen, nagyon jóban vagyunk azóta. A Csemege pultosra visszatérve, ugye abból született egy színházi darab is, hát gondolom, hogy nem te adaptáltad, vagy hogy mondjam, színházra, hanem akkor ez hogy történt? Tehát ki ollóztak belőle, egy dramaturg fogta, és akkor csinál belőle egy darabot? Igen, ez történt. Hát meghúzták egy kicsit, hogy a harmada. Nagyon könnyen meg lehet. Tehát lehet belőle szerintem csinálni még két darabot. Mert úgy értem, nem csinálunk ilyet, de hogy nem ezek ilyen kis epizódokból áll össze ez a kis részekből a könyv. És nem tudom, szerintem most már 5 éve fog. Nem. Hát mi van? Hát négy biztos. 2018. Mm-hmm. Igen. Mondjuk, hogy 4 éve fut, azt mondom, hogy a 144. előadás tart, és ez azóta is. Tehát, hogy folyamatos az érdeklődés. Amikor te a darabot megnézted, akkor úgy feltaláltad, szóval, hogy ismerős volt. Persze, mert ez a, mondom, egy az egyben ez a szöveg, csak hát így össze van ollózva, és akkor úgy emlékeztem, nem szoktam a saját könyveimet olvasgatni. Lehet, hogy ezt most a románt, azt elolvasom, mert meglátjuk. Miért tudsz ott... románul? Nem, de hát pont azért, mert hogy akkor tanulok egy kicsit románul. Nagyon sok filmes utalás van abban a könyvben. Igen. Hát nem, hát Pacino, meg Donnie Brasco, meg... Tehát nekem feltűnt, hogy sok van. Nagyon sok? Hát legalább 10 van, és igen? Az már nagyon soknak számít szerintem, igen, egy szép irodalmi műben. Miért? Hát valószínűleg akkoriban sok filmet néztem, hogy ezzel voltam elfoglalva. Igen, mert egyedül éltem is akkor otthon. Filmekkel, nem tudom. Nem szoktam egyébként, nem jellemző. De hát ahogy itt az este elmondtad, ugye hát egy egész komoly program szerint és most már, mert akkor még lazább voltál, vagy... Nem, sőt, akkor szigorúbb voltam. Akkor rendesen 7-kor keltem, és...
sokat kellett akkor dolgoznom, de hát amikor a Csemege pultban dolgoztam, akkor nem írtam, hát akkor kivettem szabadságot és elmentem. Mennyit dolgoztál ott? 4 hónapot. Nem komoly, ez csak az anyaggyűjtés. Hát igen, de hát az... És szeretted? Nagyon, persze. Meg amikor vége volt, azt is szerettem. Egyébként vizuális, tehát én látom magam előtt, ahogy olvastam, és sőt éreztem a szagokat is, tehát a felvágottak szagát, és akár film is születhetett volna belőle. De nem született. De most nem. Meg nem is fog. Tehát hát most volt, már nem, volt igen. Ilyen terve, akkor nem. Lett volna ideje. Igen. És amikor a színdarab elkezdődött futni, akkor megint valaki megkeresett, hogy kéne belőle filmet csinálni, de igazából nem érdekel. De miért nem? Hát a filmet még többen nézik meg, mint mondjuk. Igen, a de magyar, az most van egy könyved, és abból csinálnak egy rossz filmet, az miért jó neked? Ez igaz. És az Altatóból el tudnád képzelni? Nem, abból sem. Mert mondjuk eszembe jutott a Fekete Ibolya filmje, az is egy ilyen nagy családregényen alapul, és hát akár ezt is el tudnám filmnek képzelni. De te ezt sem. De persze, el tudok bármit képzelni filmen, de nem tudom, hogy azon gondolkodnom kell megint most akkor 2 évet, hogy ez a szerkezet, ami a könyvszerkezet, az nem működik filmen nyilvánvalóan. És nem egy olcsó. Elmondtad azt is, hogy ugye, hogy most a nők után akkor a férfiak fognak következni, és akkor az lesz a következő könyv, egyik következő könyv? Igen. Az nem biztos, mert még gondolkodom, van egy másik tervem, és lehet, hogy a kettőt össze tudom vonni. Most nem tudom még, hogy lesz. De az biztos, hogy az apákkal fogok foglalkozni. De mondjuk gyerekkorodban gondoltad volna te, ugye, aki ugyancsak azt írták, azt írják, és azt mondták, hogy ugye egyik iskolába se tudtál sokáig maradni, mindenhonnan valamiért menesztettek, vagy mentél magadtól, nem tudom. Gondoltad volna, hogy ilyen komoly író leszel? Nem, ilyet nem gondoltam, mert nem is vagyok komoly író, de hogy komoly leszek, mert komoly az azért vagyok, akkor is az voltam. Tehát, hogyha én nem jártam iskolába, az nem azt jelenti, hogy dodzsemeztem meg, mit tudom én, biliárdoztam, mert majd kint üldögéltem a szabadba, élveztem a friss levegőt, meg írogattam. Tehát nem gondoltam volna, semmit se gondoltam, nem is, most se gondolom, hogy komoly író vagyok. Az baj, hogyha komolyan vesznek, vagy hogyha komolynak titulálnak? Vagy... Ja, az, hogy ki engem, hogy az mindenkinek komoly lenni, de én már azt kérdezted, én nem ezzel nem foglalkozom. Na már most végre komoly író lettem. Ilyen, erre még nem gondoltam. És hogyha ilyet mondanának rólad? Hogy most hát, komoly hogy most író már lettem? Igen. Köszönöm szépen. ez azért jó nekem, mert nagyon sok olyan... író van, vagy művész, vagy bárki, aki olyan túlságosan komolyan veszi magát, és akkor meg, tehát van egy aurája, vagy hogy mondjam, egy ilyen komolysági nagy-nagy mutatóval, és te nem vagy az. Hát azért ezek elég fullasztó légkör, tehát például az ilyen írószövetsége, de az ember kénytelen belépni egy terembe, ahol írók vannak, és egy is elég egy ilyen emberből, de hogyha ott ül 20, hát... Inkább nem. És ott egyébként vajon miről szoktak beszélgetni? Vagy mindenki a saját komolyságát és nagyságát? Az ilyen szervezetek azok, hogy hogyan szereznek pénzt az államtól, általában arról szoktak beszélgetni. Te most már meg tudsz élni a könyveidből? Nem. Úgy, hogy semmi más nekem csinálnom, úgy nem. Tehát végzek. Hogy is mondják, a tevékenységi számát akartam mondani, de mindegy, szóval írok újságokban. Ja, igen, persze.
internetes újság, igen. Tehát ilyenben, igen, hát, ami még maradt. Igen, ilyen szösszeneteket, meg ilyen olyan. Egyébként hogy érzette magad most Budapesten vagy Magyarországon? Azért megyek, nem a tér miatt megyek el minden télen, hanem kell egy kis szünet. És úgy, hogyha van 3-4 hónap szünet, akkor egészen elviselhető. Előtte, nem tudom, 7 évig nem voltam sem, mert majd megbolondultam ott. És hogyha most majd úgy alakul, hogy nem lesz lehetőségem elutazni, akkor szóval ki kell találni, mert nem bírok ott lenni 12 hónapot egy évben. Most ráadásul választások lesznek, egy őrület ez egész. Szörnyű egyébként. És nem is nagyon, én nem érzem, de senki nem érzi már ebben jól magát, tehát és nem a végét se látom. Ugye régebben úgy emlékszem, hogy mintha voltak ilyen olyan kis írásaid, ahol azért oda mondogattál, vagy hát a politikusoknak, vagy politikának, vagy a társadalom kritikát, hogyha lehet így nevezni. Mostanában meg mintha úgy lenne hagytál, vagy... Az elegem lett belőle. Most egyébként, hogy a választások jönnek, azért kifejezem a véleményemet a politikusokról is, mert... Most fontosnak tartom, hogy mindenki elmenjen szavazni, és úgyhogy én is beszálltam a kampányba, a magam kis táborát mozgósítva. De utána ezt megint abba hagyom. Nem, mert mérgezi a lelket, nem szeretek már politikáról írni. Azt az újságok megrendelik, szeretnék, ha arról ír az ember, de igazából nekem csak árt. Hogy látod, hogy tud változni valamelyest, hogy hát nem most mondjuk, hanem mit tudom én, 10 év múlva, annyira, hogy jól érezzed magad otthon? Vagy hogy el tudjál képzelni azt, hogy ott tudsz ülni egy évet? Én jó, szeretem, főleg én pesti gyerek vagyok, én nagyon szeretem Budapestet, de az igazság az, hogy szerintem az sose lesz egy jó hely, hogyha így megnézem. A történet mindig jönnek a politikusok, csináljunk egy jobb országot, aztán mindig valami probléma van. Úgyhogy én abban nem hiszek, hogy az a nagyon jó hely lenne. De valaha. Mindig jönnek azok, akiknek tehát egymásnak esnek a magyarok, és sose lesz belőle jó. Semmi. Na igen, csak hát azt hiszem, hogy a híres Bush nemzet a magyar, vagy hát ezt is ugye szokták mondogatni, hogy hát a Trianon és a történelem és a minden. Tehát ez egy olyan, amit ugye úgy kevégyünk magunkkal, vagy és ezt örökké ebbe belenyugszunk, hogy akkor ez van. Hát ez nagyon mélyről jön, tehát ez szerintem ezt nem lehet. Ez nem nagyon lehet, nem tudom, hogy hogyan kéne segíteni, de nem látok rá sok esélyt. Na, valószínű, hogy akkor nincs is, vagy... Nincs. Hát el tudod képzelni, hogy egyszer csak majd egy jó ország, mindenki elégedett és segíti a másikat. Nem igazán, de végül is azt gondolom, hogy például ugye Svájcot hozzák fel ugye nagyon sokszor ilyen pozitív példának, de én nem, annyira Svájc nem szeretném ott sem. Svájc az egy rettenetes hely, hát sokkal jobb hely Budapest, mint Svájc. De van például egy nagyon jó zürichi barátom, aki magyar származású, beszél is magyarul, és akkor minden évben olyan 4-5-ször, de olyan is van, hogy csak egy napra átugrik, hogy egy kicsit itt a mocsokban megmártozzon, mert ott meg azt nem bírja ezt a szörnyűt. Túl steril minden. Te... Szóval jó hely lehetne, meg jó is Budapest. Tehát... Mondjuk akkor Tájföldre te is egy kicsit azért mész, hogy ott mártozzál bele valamibe, vagy? Már tengerben már be sem megyek. Nem, ott dolgozni szólt, nyugton. Tehát ez kimondott a munka? Igen, hát én egy ilyen kis faházikóban, a teraszán üldögélek és dolgozom. Akkor ez a mesterség, ez direkt rád van szabva, ez a magányos író? Ja, egyébként az nagyon jó. Tehát ha még több pénzt kapnának, nem lehet, hogy mégis belépek egy ilyen szervezetbe, akkor ez a legjobb munka a világon. Mert oda megy az ember, ahova akar, teljesen mindegy, ha viszi, pláne, hogy van internet, és akkor elküldöm a cikkemet a dzsungel közepéről. Olyankor hiányzol a családodnak? Vagy most már ezt teljesen megszoktam? Idén megkaptam az elmúlt 4 év karácsonyi ajándékát, mert
édesanyám elfelejtette mindig odaadni, tavaly előtt, az előtt, meg, és most négyet kaptam. Amikor mondjuk édesanyád elolvasta ezt a könyvet, akkor ez milyen volt? Mit mondott? Nem mondott sokat, elolvasta, aztán még egyszer. Nehéz neki erről beszélni, úgyhogy, de hát nyilván, ha elolvasta négyszer, akkor ez nagyon szereti, hát fontosnak tartja. Az a legfontosabb nekem, hogy a családtagok, és főleg akik most, például van 7 unokája édesanyámnak, ha valamit meg akarnak tudni a családról, akkor csak ezt nyitni, és nem kell 6 doboz levelet átkutatni. És a többi női családtagokra? Tehát arra gondolok, hogy ha lenne nekem is egy ilyen könyvem, ha lenne valaki, aki megírta volna az én családom regényét is, akkor hát az fáj, meg, de jó, de nagyon jó érzés lenne. Ugye van húgod is, meg hát ott van, a nagy családban sok lány van, gondolom. Persze. Ők, nekik is nagyon fontos ez, főleg nekik. Az, hogy nem a te neveden jelent, illetve hát, hogy Mikecs Anna van elsősorban, ez miért van? Ez egyrészt neki egy ilyen emlékelítés, mert mindenki arról beszél, hogy kicsoda Mikecs Anna. Mm. Ugye, tösszegény meghalt 4-es korában, másrészt pedig ő lett az elbeszélőm, és akkor kitaláltam, hogy ő lesz a szerző is. Tehát simán lemondtál. Ez egy gesztus. Uh-huh. De az biztos, hogy mindenki megjegyzi a nevét. Igen, és akkor legalább utána néznek, és érti. Azt is meg tudják, hogy ki a most akkor ezt kiírta, még a nyomdába is, mikor mentünk, akkor azt mondta az igazgatónő, hogy a szerzőnőt várta. Pedig az egy nyomda, tehát ők pontosan tudják, ide van írva, hogy kinek a... Igen. És nagyon szép a borítója. Ez valami családi ereklye? Ja, ez a Kerekes Terézia staférungjából van ez a csésze. Tehát megvan még? Meg. Nálad van? 12 darab. 6 darab van a Péterfieknél, 6 pedig nálunk. El van osztva becsületesen? Igen. Marci, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hát végül is csak sikerült valamit beszélgetni. Én köszönöm. Pedig azért kicsit harcoltál, hogy hát ha elmarad, vagy hogy ne akkor, ha nem ekkor, és ne így, és ne úgy. De én örülök, hogy eljöttél, és akkor várjuk a férfi regényt. Hát ez... Akkor, amikor. Igen. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor megkérlek szépen, hogy ide... Igen, ez a tiéd. Igen, ide. Edith vagyok, hából. Nem, ez Edith hával? Igen. Nem, ez Edith. Ez csak Edith. Én vagyok a kacsit, és akkor az meg hosszú? Az meg igen. Mert nem a kacsópongrácból vagyok én, amelyek. Egy sima nyáregmenti kacsó vagyok. Azért jó, mert nagyon kevés a műsoridő, tehát hétfő kedden van adásunk.